hozzájuk jönni egy-két góra, akkor ők is elbizonytalaníthatók, és hát a másik, hogy fegyelmezettebben kell védekezni, illetve a gólajaink után a visszazárkózást, ilyen olcsó gólokat nem szabad nekik adni. Így legyen, és ne adjunk olcsó gólokat a norvégoknak. Hamarosan következik a második félidő, kapcsoljuk a helyszínt, illetve a kommentátor Knézi Jenőt, de előtte reklám. ...21-16-tól folytatjuk, remélem, hogy nem úgy, mint az első fél időt, visszajöttek már a lányok egyébként. Kis Szilárd remélhetőleg eligazította őket. Nézegetve a statisztikákat, 8 darab eladott labdánk volt az első fél időben. Egyetlen egy gyorsindításunk, azt sem tudtuk góllal befejezni, míg a norvégoknál 6 gyorsindítás volt, amiből 4 gólt szereztek. Ezek azért elég beszédes számok, és ehhez hozzáveszünk, hogy ugye a szélről nem dobunk gólt, a védekezésünk pocsék, akkor tudhatjuk, hogy miért vezetnek a norvégok. De ha ezeket ki tudjuk javítani, nincs elveszve a mérkőzés, és ez most itt a lényeg, és ezt kell, hogy elhiggyék a lányok. Kell, hogy mindenkinek rögzüljön a fejében, mert aranyérmet szeretnénk nyerni, nem pedig holnap a bronzéremért játszani. Van még 30 perc, az égvilágon semmi baj nincsen. Meg lehet még nyerni ezt a mérkőzést, és meg is fogjuk nyerni. Mi kezdjük majd egyébként a második félidőben a játékot. Tóth Tíme, a Görbic, Kulcsár, Ferling, Lovász és Radulovic van bent, és továbbra is Sirina a kapunkban. Lovásztól jön vissza a labda, és tényleg én is nagyon sajnálom Pálinger Katit, maximálisan egyetértek én is azzal, amivel a szünetben elhangzott. Hiába szenzációs kapus, abszolút kiszolgáltatott helyzetbe került szinte minden egyes gólnál. Lépéshiba. És indulnak a norvégok, meg lehet azt szerezni, nem vették észre a labdát, gól. De észrevették, de csak egy másodpercre el tudtuk volna, ha egy picit szemfülesebbek vagyunk, el tudtuk volna oda halászni. Ő sem tudta ugyanis, hogy hol van a labda, Hammerszengről van szó. Egyéb iránt ez a 6. gólja Hammerszengnek. Radulovic taszított rajta még egy nagyot, ütközött Sirinával is. Reméljük, hogy azért nem sérült meg jobban, közben kiállították Ferlinget 2 percre. Mind a ketten, Radulovic is, meg ő is lökték. Speciál itt a végén Ferling ott se volt. Gróhammerszeng. Természetesen semmi baja nincsen. És 22-16. A félidő első gólját is a norvégok szerezték. Abszolút jól érzik magukat a norvégok ezen a mérkőzésen. Ugye elhangzott, hogy nincs veszíteni valójuk. Hát az biztos, hogy nincsen. Mondjuk abban kételkedek, hogy nekik mindegy, hogy milyen éremért játszanak. Nyilvánvalóan szeretnének az aranyért. Ez a holló meg a sajt esete. Siti megfogja a lövését. Lunder továbbra sem találjuk az ellenszert. Megint elég nyögvenyelős, izzadságszagú volt ez a támadás. Nyberg lépés. Miénk a labda. Sirina. 6 gól a különbség. Nem volt még ennyi. Soha. Lovász, Siti, Tóth, Radulovic ráviszi a falra, Siti nem tudja kinek adni a labdát és ellépi. Továbbra is rettentő idegesek vagyunk, és továbbra sem találjuk a norvégok védekezésének az ellenszerét, sajnos. Kilmo jön be közben beállósba a norvégokhoz, Hammerszeng, Rigelut, Nybergtől kerül vissza a labda, Hammerszeng megint, Nyberg, bel középre, 7 méteres, és ez azt jelenti, hogy 7 góllal vezethetnek a norvégok, ha ezt bedobják. És van még 39 másodperc, a kiállításunk volt, tehát egy ember előnyben játszanak a norvégok. Érkezik Kristine Lunde, aki eddig 3 gólos. Most már 4. 7 gól a norvégoknak.
jön Ferling, de aztán Biz megtáncol, visszajön és Kindl, és ezt meg elszúrtuk szerintem. Na mindegy. Illetve hát nem mindegy, de hát nem tudunk mit csinálni. 18 másodperc még ember hátrányban, amikor Nübert kezében a labda. Így van. Ferling, elszúrtuk a cserénket, megint ember hátrányba fogunk kerülni. És ez az abszolút zavarnak a jele, hogy még a cserénket is elrontjuk. Nyberg beteszik középre, ott az újabb gól. A szerzője Elizabeth Hilmo, akinek ez a harmadik találata. Jön be Kulcsár. Most már azért nagyon nem kéne előnyt adni ennyit a norvégoknak. 8 góllal még soha nem vezettek a mérkőzésen, és innen már nagyon nehéz lesz. Ez az igazság. Van még másfél percünk ember hátrányban. Görbic, Siti tovább, Kulcsár, megpróbál bemenni, Radulovic, ő sem tudja eldobni, Siti, és labdát szereznek a norvégok, Nyberg. Szerencsére nem tudja azonban végigvinni a labdát, de ez megint nem rajtunk múlott. Radulovic, Siti és Görbic. Még egy percig vagyunk ember hátrányban. Siti megpróbálta odadugni a labdát Kulcsárnak. Szabad dobást kapunk. Görbic. Marit Breivik mutatja, hogy mindenki, hogy védekezzen, a kezeket tegyék föl, hogy ne tudjunk lőni. Görbic. Kulcsár, Radulovic. Radulovic elvállalja és bedobja, még úgy is, hogy megdob, meglökik a levegőbe. Radulovicnak ez a 7. gólja, ember hátrányból gól dobunk tehát. 24-17. Még mindig 7 gól a különbség. Riegelhuis, Hammerseng. Pontatlanul játszották most le a szélre a norvégok a labdát. Nyberg. Riegelhuis, most teszik le, ez viszont bent van, nagyon szép ejtés, Harsaker. Ez az első gólja Vigdís Harsakernek. Lassan már nincs olyan játékos a norvégoknál, aki ne dobott volna gólt. Nálunk ugye Radulovic 7 gólos, Kindl 3-at lőtt, 2-t lőtt Ferling, és 1 gólja van Nagy Ivetnek, Görbicnek, Sitinek, Lovásznak és Kulcsárnak. Sokkal több lábon áll, most képletesen értem ez a norvég válogatott. Ugye ezzel kezdtem a közvetítést, 6 olyan játékosuk van, aki az eddigi mérkőzéseken 15 vagy annál több gólt lőtt. Nekünk nincsen annyi. És most is sokkal több a kiegyensúlyozott és jó teljesítmény a norvégoknál. Többen vannak, akik hozzák egyelőre 3-4 góljukat, lehet, hogy a mérkőzésen majd 5-6-ig eljutnak. Ugye 4 gólos Nyberg, 3 gólos Aamodt, 4 gólos Lunde, 6 gólos Hammerseng, 3 gólos Hilmo, 3 gólos Riegelhuis, és nekünk meg továbbra sincsen gólunk. Ezúttal Ferling hagyta ki, kiegészültünk közben, 5 perc telt el a második félidőből. Kindl, na jól van! Kindl Gabinak ez a 4. gólja, és bár ő is hibázott elég sokat támadásban, de legalább ő neki megvan a 4 gólja. 7-4 a dobó százaléka, a dobó aránya. Riegelhuis. Megint a nyitott védekezés nálunk. Hát, ha meg tudjuk zavarni a norvégokat. Le a szélre. Nem tudjuk megzavarni őket. Sajnos, Johansen. Karimette Johansennek is ez az első gólja, ő már játszott az első félidőben is, de akkor nem volt eredményes. Most már igen. És 26-18. 8 gólos norvég előny. Kindl nem tudja Görbicnek odaadni. Norvégok a 6-os falat védekezik. Radulovic addig ment befelé, amíg kierőszakolt egy szabad dobást.
Radulovic megint, Ferling, bele a blokkba, és még beleér Lunde, nagy bravúrral övéké a labda. Egy újabb kimaradt lehetőség, és hibát hibára halmozunk. Ugye 21-16-tal fordultunk, most 26-18. 5-2-re egyelőre a második félidőben is jobbak a norvégok. Hammerseng, Rigelut, vissza Hammersengnek, szellős a védekezésük, ott az újabb gól, Johansent is megdobatjuk most már. Másfél percen belül ez a második gólja. Görvis lefordul az alapvonal felé, és egy cunder, gyönyörű volt, na végre már megint Görvis. 2, egy pimasz gól, megtekeri a labdát, és bent van. De hát ez csak szépségtapaszt, 26-19, még mindig 7 a különbség. Nagy izgalmamban közben elfelejtettem ugye mondani, hogy nem adták meg a norvégok gólját, úgyhogy Johansen maradt egy gólos, de hát bárcsak ennyi bajunk lenne. Belefújnak és sárga lap. És közben megy az óra, ez már a 38. perc. Rigelut, ő megbevágja, ezt meg már megadják. Rigelusnak is ez a negyedik gólja most már. Görvis, Kindl, visszajön Pálinger közben a magyar kapuba. Hátha neki most majd jobban megy a védés. Kindl, megfogja Lunde. Egész egyszerűen már szerintem fóbiánk van Lundéval szemben, és itt pedig egy zicser a másik oldalon, amit bedől Parksaker, akinek ez a második gólja. Görvis, Kindl. Ugyanott folytatjuk, ahol az első fél időben abba hagytuk. Görvis megpróbálja bejátszani Pulcsárnak, nincsen, megint leindítanak minket újfent, és ez is bent van. És Hartaker a harmadik gólját lövi, 10 gól a két csapat között a különbség. Hát ezt talán azért már nem kéne hagyni, lányok. Hát senkiben nincsen egy kis tűz. Hát hazai pályán játszunk, és 10 góllal elmennek a norvégok. És senki nem képes fölpörögni. Időkérés van. Tetti bal kettőbe játékba, hívett bal szélre, egy picit gyorsítsuk föl, jó? Már próbáljuk meg egy kicsit tovább játszani, megint mennek el a labdák, kicsit hátrébb jönni, mert semmi lendületünk nincs. Próbáljuk meg egy kicsit zárni, nem játszunk, semmi játék nincs. Próbáljuk meg egy kicsit zárni, Ribolya, majd melegíts be egy kicsit, majd cserélünk egy picit. Jó, följön az Ribolya, Zsolti, neki egy kicsit keresd, de hátra tudjuk tövésre játszani, jó? Gyere, rakjuk össze a kezdet. Hát jó lenne, hogy összeszednénk magukat. 10 gól a különbség a két csapat között. Én nem gondolom, hogy van olyan ember, aki így jött ki ma erre a mérkőzésre, hogy a második félidő 10. percében 10 góllal vezetnek a norvégok. Van még 20 perc hátra a meccsből. Én nem mondom, hogy nem lehet megfordítani, de nagyon nehéz lesz. És egyre nehezebb. Nagy Ivet, Radulovic. Közelebb viszi Radulovic. 7 méteres. Természetesen be kell majd lőni. Itt van még egyszer, hogy szabálytalankodott Krisztine Lunde Radulovicsal szemben. És most Görvis dobja majd a hetest. Nem dobjuk be. Lunde megfogja Görvis 7 méteresét. És lélektanilag én azt hiszem, hogy ez egy nagyon fontos pillanat volt most a mérkőzésen. Hammerseng, Rigelut. Nyberg. Most be középre. Ott van a befordulás, és ott van az újabb gól. A szerzője Elizabeth Hilmo, ez a negyedik gólja.
Sokkal több jó teljesítmény a norvégoknál, mint csapat sokkal jobban funkcionálnak. 30-19. Ferling, Radulovic, Görbic, bele a blokkba megint, előkészítetlenül dobtuk el ezt a labdát, viszont maradhat nálunk, sarokdobás lesz majd. Radulovic, megtámasztják a kezét lövés közben. Nyberg volt. Görbic. Nagyot löknek rajta, minden esetre ebből lefordulnak a norvégok. Nyberg gól helyzetben is, megfogja Pálinger, jól van. Ne legyen már 31-19, ha nem muszáj. Ferling, Radulovic, Lovász. Megfogja Lunde, de 7 méteres kapunk. Följöhetünk 10 gólra, ha belőjük. Ezt még kimondani is szörnyű. Radulovic jön megint. 8 gólos lehet Bojana, hogyha ezt bedobja. Ő bedobja. És 30-20. 19 perc van még hátra a mérkőzésből. Riegelhus. Hárszakker. Hárszakker megpróbálja közelebb vinni. Szabad dobást kaptak a norvégok. És egy lövés messziről. Megint nem áll össze a védekezésünk. Lin Kristin Riegelhus 5. gólja. Tizenegy gól a különbség. Görbic. Szép. Mellmann, ez volt az első gólja, ugye az imént mondta Kisszilárd az időkérésnél, hogy Ibolya melegíts, majd cserélni fogunk. Mellmann beállt, dobott is egy gólt. Ezzel most 31-21. Riegelhus. Megint be középre, és gól, megálltunk. Mellmannal történt valami, miközben Hilmo gólt szerzett, ez az 5. gólja Hilmónak. Vagy könyökkel, vagy fejjel. Itt van, de lerázta magáról a magyarokat Hilmo. És miközben mi egymást is tápoljuk, ő befordul, és belövi a gólunkat. Mi is kaptunk, de mi is adtunk. És ez egy nagyon jellemző momentum volt a mérkőzésen. Harcosságból, erőszakosságból megint a norvégok vizsgáztak jól. Görbic, kiejtjük a labdát. Mondtam, az első fél időben 8 eladott labdánk volt. Jól van, Mellmann szerzi meg. Görbic. Nagy Ivett. Vissza Görbicnek. Görbic elbizonytalanodott, és Kulcsár lövését megfogja Lunda, de 7 méterest kapunk. És Görbicen is mennyire érződik, hogy nem meri már elvállalni ezeket, miután kétszer a blokkba lőtte a labdát. Jön majd Radulovic elvégezni a 7 méterest. És cserélnek a norvégok, jön be. Mármint a kapuban cserélnek természetesen. Hát, ha Beck több sikerrel jár Radulovicsal szemben. Persze ne így legyen. Bedobja Radulovic. Ez a 9. gólja. Harminckettő-huszonkettő. A norvégok nyilvánvalóan egy picit most már az idővel is elkezdenek játszani. Megtehetik, hiszen 10 gólos az előnyük. Nyberg vissza, Riegelhus. Hárszakker. Pontatlan volt a bejátszásuk, és megkapják mégis csak a labdát, ugyanis Hilmóval szemben szabálytalankodtak bent a mieink. Riegelhus. Nyberg. Lunde nem mert elvállalni. A bejátszásról pedig lekésnek a norvégok, illetve mi védekezünk jól. Kindl, Siti.
Gyors indításunk továbbra sincsen. Térről lőtt góljaink sincsenek egyébként, ha már itt tartunk. Jön vissza Mellmann és Kulcsár, Kindl és Tóth Tíme a helyére. És jön Ferling is Görbic helyett. Lovász. Siti. Mellé dobja. Egész egyszerűen mellé dobta a labdát Siti, aki egyébként egy gólos eddig. Megint cserélünk, az idő pedig megy, és egyre kevesebb a reményünk, hogy megnyerjük ezt a mérkőzést, sajnos. Mert ha 4-5 gól lenne, nyilvánvalóan senki nem szólna semmit, de a 10 egy picit soknak tűnik nekem. Lunden, Nyberg, Rigelus, Johansentől vissza, Rigelus megint, ott az újabb gól, a szerzője megint Christine Lunde. Ő is 5 gólos már a vendégeknél. Cserélünk. Hát, ez nagyon nyögvenyelős, és az első füttya mérkőzésen. A második félidő felénél járunk, és alszunk a pályán. Mellmann. Mellmann tovább viszi. Hát egyelőre Mellmann beállítása jót tett a csapatnak, mert dobott 2 gólt. Hát nem tudom, hogy mi lesz ebből itt a végén. Rigelus. Nyberg. Harsaker. Kiállítás. Sitit küldik ki a játékvezetők 2 percre. Emberhátrányba kerülünk akkor, amikor 10 gólos a hátrányunk amúgy is. Ez az óbudai álmos könyvek szerint nem sok jót jelent. Lunde. Nyberg. Beközépre a beállósnak. 7 méteres. 7 méteres kapnak a norvégok, több mint 10 gól lehet a különbség a két csapat között. Hát itt valami nagyon nagy csodának kéne történnie ahhoz, hogy a hátralévő 15 percben, sőt annyi sem, már csak 14 percben megfordítsuk ezt a mérkőzést. Lunde, kapufa. Jól van, kicsit nagyképűen dobta el ezt a büntetőt, persze mondjuk 10 gólnál ez belefér náluk. Most a kapufa is szerencsére velünk volt, na meg persze Pálinger. Mellmann. Kindl. Kindl megpróbálja betenni, Lovász befordul, de Lunde megfogja. Egész egyszerűen szenzációs napot fogott ma ki Lunde, és ez a mi vesztünk, meg a saját butaságunk. Mert az egy dolog, hogy a norvégoknál jó teljesítmények vannak a kapuban és a mezőnyben egyaránt, ettől még megverhettük volna ma őket, de így meg nem fogjuk. Leteszik a szélre a labdát a norvégok, át a másik oldalra, ott az újabb gól. Harsaker, ő is már 4 gólos. Harsaker 4 gólos, Rigelut 5 gólos, Hilmo 5 gólos, Hammerseng 6 gólos, Lunde 5 gólos, Nyberg 4 gólos. És természetesen van olyan is, aki még ennél kevesebbet dobott. Nem egy ember viszi a hátán a csapatot, mint nálunk Radulovics, aki 9 gólos, de egyébként nem játszik jól, csak halkan jegyzem meg szerintem. Remélem nem köveznek meg érte. Tehát így nem lehet elődöntőt nyerni, hogy nincs védekezésünk és nincs támadásunk. Viszont rengeteg eladott labdánk van, mint például most is. Johansen zicserben bedobja. Johansennek ez a második gólja. Hát legalább lesz 8 eladott labdánk megint a második félidőben, és azért 16-18 eladott labda egy mérkőzésen az egy picit soknak tűnik. Várunk a csodára itt több ezren Budapesten a sportcsarnokban, és a csoda egyelőre késik. Ferling gólja azonban nem, ezzel 3 gólos.
Tehát ez még mindig nagyon kevés gólt. Ugye nem szabadna kaptunk, a védekezésünk az megint olyan, mint az átjáróház. Elizabeth Hilmo is 6 gólos immár. És sokan a szememre vetették, hogy miért mondtam korábbi mérkőzésen, hogy ez a meccs már megvan. Hál' Istennek az a meccs meglett. És most nem folytatom a mondatot, de szerintem úgyis kitalálják, hogy mire gondolok. A 19. percben járunk, és 12 gól a norvégok előnye. De inkább nem mondok semmit. Görbic, illetve Bohus, bocsánat, nem Görbic volt. Bohus, eladjuk megint a labdát, Lovász. Kész. Johansen. Ez a magyar csapat, ez lélektanilag megroppant. Vártam esetleg, nehogy azzal vádoljanak, hogy korán mondom, most már azt hiszem mondhatom a 19. perc végén. Padlón vagyunk. Nagy Ivett, közben kihagytak a norvégok egy helyzetet, Mellmann jön, közelebb viszi, ráütnek a kezére, maradhat nálunk a labda szerencsére. És ugye emberhátrányban vagyunk. Még 1 perc, 10 másodpercig. Ferling nem tud megfordulni, mert hátulról átölelte őt Nyberg. Mellmann, nagy, majdnem eladtuk megint a labdát, másodjára igen, és megint itt a gyors indítás, Zitzer a norvégoknak, szegény Pálinger. Harsaker 5. gólja, ha meg haragszarak rám, ha nem, ez a meccs elment. 13 gól. Én lennék, higgyék el, a legboldogabb, ha 10 perc alatt le tudnánk 13 gól dolgozni, de erre jelen pillanatban valami kevés esélyt látok. Bohus, Lovász, Ferling, nincs aki elvállalja, Ferling tuszkolja magát közelebb. Milyen kalapda? Mellmann. Bele a blokkba, megint indulnak a norvégok. Harsaker gólhelyzetben leteszi, és kínai figurára játszanak, Nyberget dobatják meg. Ez már megalázó. Nem tudok rá más mondani. 38-24, 14 góllal vernek minket a norvégok. Hát ha más nem, oda megyek és fölpofozom őket. Hát gyerünk már, lányok, hát ez nem igaz, hogy ilyen könnyen adtuk meg magunkat ezen a mérkőzésen. Kis hitűen játszottunk végig, megint kicsúszik a kezünkből a labda. Tóth, szabad dobást kapunk. Ebben a mai magyar csapatban semmiféle tűz nem volt, de az égvilágon semmiféle tűz. A mérkőzés első percétől kezdve vezettek a norvégok, a fél időben 5 góllal, és most 14-gyel. És megroppantunk sajnos. Mellmann sem talál be a kapuba. Lunde pedig már azért emeli a kezét, mert tudja, hogy bejutottak a döntőbe. Ha bedobják, 15 gól a különbség. Érkezik Snorrögen is, aki még egy percet nem játszott a norvégoknál. Gyakorlatilag most mindjárt a második soruk játszik. Rigelusztól kapja a labdát. Lunde. Snorrögen. Mellmann faultolt. Harsaker vissza. Fönt van a játékvezetők keze most már. Pálinger megfogja szerencsére ezt a lövést. Hilmo reklamált a játékvezetőknél, hogy miért nem kapott 7 méterest. Hát ne kapjon, hát nem elég nekik ennyi. Lovász. Mellmann. Görbic. Tóth, Siti és Bohus most bent a pályán nálunk. Görbic megpróbálja betenni Bohusnak, szép gól, jól van. A Bohusnak ez az első gólja. 38-25. Bejött közben Randi Gustad is a norvégoknál, ő a beállósuk. Csak tényleg azért, hogy mindenki játszom most már az ellenfélnél, ezt is megengedhetik maguknak, ezt a luxust. Snorrögen.
maradhat. Pignicki volt a közeli képen látható, amint csodálkozva nézett a bíróra. Rigelus. Lunde beközépre, ott az újabb gól. Randi Gustádot is megdobatják, ez az első gólja a norvégok cseréjének. Görbic, lovát forgolódik. Megint 14 gól a két csapat között a különbség. Tóth, Sititől kapja vissza a labdát. Melman, hiába no, védekezés nélkül nem lehet mérkőzést nyerni. Ez alapigazság, mindennek az alapja a védekezés. Tóth, majdnem kiejtette a kezéből, Görbic. Megint leblokkolják a lövését, szabálytalanság nincsen. Indítanak a norvégok, ott az újabb zicser. Harsaker már a 6. gólját lövi. És a norvégoknak ez volt a 40. gólja. Mi még ráadásul össze is szaladunk. Ha jól láttam, Görbic és Tóth, csak hogy teljes legyen a káosz. És ennél kiszolgáltatottabb érzés egy kapusnak nincsen. És szegény Pálinger semmit nem tud hozzátenni ez a mérkőzéshez. Ajtóablak zicsereket vezetnek rá. Tóth! Szép! Tóth Tímeának ez az első gólja. Snorrögem, Rigelus visszakapja a labdát Harsakertől. Snorrögen megint. Tóth védekezett keményen. Harsaker, Rigelus, át a másik oldalra, Lunde. Itt a következő gólhelyzet, Pálinger combbal megfogja szerencsére, és 7 méteres kapnak a norvégok. Nem mintha számítana, de azért még megszokásból reklamálunk egy kicsit a játékvezetőnél. És jön Rigelus, akinek ez lehet a 6. gólja, ha belövi. Jó van, hát azért ezt nem kellett volna, azért ennyire nagyképűen nem kell játszani, meg is érdemlik, hogy kiadják a 7 méterest. Rigelhut. Görbic, Melman, Tóth, dob be, úgy is van. Tóth 2. gólja. Még arra is volt ideje, hogy megnézze magának a vonalat, nehogy rálépjen. Egy pillanatig kereste az egyensúlyát, aztán megtalálta. Snorrögen fordított le oldalra. Nem sikerült tovább tenniük a szélre, ebből lefordulhatunk. Siti kezében a labda, Görbic, a lerohanásnak annyi. Vignicki, lovász, visszafordul az alapvonal felé, 7 méterest erőszakol ki. A 26. perc végén járunk. Följöhetünk 12 gólra. Jön Görbic, és jön Beck megint vissza. Görbic belövi, ezzel 3 gólos. Nálunk Radulovic 9 gólos, Ferling 3, Görbic 3, Kindl 4. Ezen kívül még ugye 2-t lőtt Melman és Tóth, 1-1 Kulcsár, Lovász, Siti, Nagy Ivett és Bohus. Kevesebb mint 3 perc van a mérkőzésből, és a magyar női kézilabda válogatott a hazai rendezésű Európa-bajnokságon nem fog bejutni a döntőbe. Snorrögem le a szélre, megint ott a helyzet, be is dobja természetesen Harsaker, aki már 7 gólos. A norvég szurkolók természetesen örülnek és talpon vannak, ünneplik a csapatukat, a magyar közönség pedig síri csendben nézi a magyar válogatott vergődését. Még az első félidőben úgy, ahogy, de a második félidőben aztán teljes, hát apátia lett úrrá a csarnokon. Ez a baj, meg ez is a baj, de hát erről elsősorban ugye a játék tehet és a játék képe. Kiállítás megint, kettős kiállítás. Randi Gustád és Bohus.
Íme itt van még egyszer, hogy gyűrik egymást. Ezért állította ki őket a játékvezető. Tóth, Siti, Melman. Nem meri elvállalni, mondjuk a messziről nem is lehet. Tóth lövését pedig megfogja Lunde. Megint indulnak a norvégok. És ezt is belövik. Hartsacker már 8 gólos, és ha még lő kettőt, megelőzi Radulovicsot. Szegény Pálinger Kati. És a szegény szurkolók, mert mindenki úgy jött ki ebbe a csarnokba ma, hogy döntőbe szeretné látni a magyar válogatottat. A norvégok a kispad előtt már örülnek, egy kapufát dobunk közben, megint leindítanak minket. Na, lépés volt. Teljesen mindegy egyébként. 42-28-nál oly mindegy, mint... Labdát szerez közben Görbic. Csak szabad dobás, nincs kiállítás, nincs 7 méteres. Görbic marad lent a földön. Az az igazság, hogy ugyan fájlalja az arcát, Anita meg az orrát, szerencsére nincsen nagyobb gond. Én itt a visszajátszásból sem igazán láttam, hogy bántották volna. Marit Breivik, és megvan a mérkőzés a norvégoknak sajnos. 42-28, én azt gondoltam, hogy a szlovéneknek dobott 41 gólt, a norvégok nem tudják überelni. Hát pont ellenünk sikerült. És egy elődöntőben 42 gólt kapni, ennek nem lehet más a vége, csak vereség sajnos. Úgyhogy bronzéremért játszhat majd a magyar válogatott, 2 perc van még hátra a mérkőzésből. És holnap a kis döntő a miénk. Pedig itt mindenki arra készült, hogy megnyerjük ezt az Európa-bajnokságot. De a sors másképp akarta. Siti még kierőszakol egy szabálytalanságot. És bár azt mondta Kis Szilárd, hogy nem fogta meg a lányokat a dánok elleni vereség, én azt gondolom, persze mindig ugye harc után okos a katona, hogy mondani szokás, de lehet, hogy ott valahol az agyakban belül ott motoszkált, hogy 6 gólról kikaptunk már megint, mert hogy itt most ezen a mérkőzésen egy percig nem éreztem a lányokon, hogy kezükben tartanák a meccset, az biztos. De hát ez van, ezen nagyon nincs mit tenni, az elvégzett munka bennük van, ők megdolgoztak mindenért, és azért a bronzérem is szépen csillog. 7 méteres kapnak közben megint a norvégok, tehát félre ne értsen senki, nem bántom a lányokat. Ezzel a munkával, amit ők elvégeztek, akár döntőbe is lehetett volna jutni. Én szerintem itt ma a fejekben nem volt rend. Érkezik Kristine Lunde, aki a 6. gólját lőheti. És be is lövi. 43-28, 15 góllal vezetnek a norvégok, és belül vagyunk immár az utolsó percen. És én rettentően sajnálom ezeket a lányokat, mert tényleg ez egy nagyon jó csapat, nagyon szimpatikus lányokból áll, némelyik még csinos is természetesen, ahogy az ilyenkor lenni szokott. És ők is úgy készültek, hogy Európa-bajnoki döntőt játszanak, és szerintem nekik még nagyobb csalódás, mint nekünk, ha egyáltalán lehet ilyet mondani, mert ők tényleg megdolgoztak érte, mi pedig szurkoltunk nekik, hogy ez sikerüljön, a végén dobnak még egyet. Hosszú volt ez az év. Sok volt. Közben még Bohus Gyüsszerét is megfogja Lunde, viszont kapunk egy 7 méteres, nem oszt és nem szoroz. Úgyhogy én arra kérek mindenkit, hogy habár nem jutottunk be a döntőbe, de ne éljük meg nagy csalódásként ezt a találkozót, és legalább ennyien jöjjenek ki holnap is, és szurkoljanak a lányoknak, mert megérdemlik. És attól, hogy nem nyerünk, attól még ugyanúgy szeretjük őket. Úgyhogy remélem, hogy holnap a bronzmérkőzésen is teltház lesz, és ugyanúgy biztatjuk a lányokat, miközben Radulovics belövi a 10. gólját, mint hogyha aranyéremért játszanánk. Tudjuk, hogy nem az, tudjuk, hogy nem lesz aranyérem, mert a norvégok jutnak a döntőbe, de most, itt, ma ennyi sikerült, 44-29-re kikapunk, de én azt mondom, hogy le a kalappal a lányok előtt még így is, ez a meccs ez elment, de a bronzmeccset meg kell nyerni, és akkor harmadikok vagyunk az Európa-bajnokságon. Hát sajnos, hogy nem jutottunk be a fináléba,
de holnap még azért van egy meccs, ezt ne feledjük el. Én most búcsúzom a helyszínről, köszönöm szépen a figyelmüket, a viszontlátásra, a viszonthallásra. Norvégia, Magyarország tehát 44-29. A magyar válogatott mikor kapott ennyi gólt, 44 gólt utoljára? Hát döbbenet, gondolom a nézőtéren és a csapaton belül is, és itt a képernyők előtt is. Nem emlékszem rá, hogy ennyi sok gólt kapott volna a magyar válogatott, illetve azt, hogy 15 gól aki kapott volna a közelmúltba. Ennyivel nagyon, nagyon fáj a veresség, és nagyon féltem a lányokat, és nagyon szurkolok érte, hogy ezt ma este föl tudják dolgozni, ezt a mérkőzést, hiszen nagyon-nagyon nehéz mérkőzés jön holnap. Nincs könnyű ellenfél, tehát akár a dánok, akár az orosz válogatott jut tovább, mindkettő nagyon nehéz ellenfél. Föl kell állni a padlóról, ott vagyunk. Ez a magyar válogatott megmutatta már, hogy nagyon sok ereje van. Azt is hozzá kell tenni a mérkőzéshez, hogy a norvég csapat minden csapat részében jobb volt, és egy szenzációs napot fogott ki egyénileg és csapatügyileg is. A bronzmérkőzésre hogyan tudják összeszedni magukat a lányok egy 15 gólos vereség után? Hát ezt a mai mérkőzést mindenféleképpen én úgy gondolom ki kell beszélni, hogy mi volt az oka annak, hogy valóban egy teljesen ilyen apátiás, erőtlen, agresszivitás nélküli válogatottot láttunk. Ez főleg a védekezésre volt jellemző. De hát a támadásban is nagyon fegyelmezetlenül, pontatlanul, nagyon sok hibával játszottunk, és azokat az információkat, amit tudom, hogy Kiszilárd megadott ennek a csapatnak, hogy mi a norvég csapat erőssége, miben kell őket felülmúlni, előkészülni rá, levédekezni őket, semmi sem valósult meg a mi oldalunkról. Köszönjük szépen, folytassuk helyszíni interjúkkal a riporter Kristóf Péter. Bignicki Krisztina áll mellettem. Kriszta, nagyon köszönöm, hogy idejöttél, gondolom ez most nem egy nagy öröm neked. Nagyon csúnyán kikaptunk. Mit lehet mondani egy ilyen mérkőzés után? Remélem összekapjuk magunkat holnap, hogy ezért a bronzérmet meg tudjuk szerezni. Úgy gondolom, hogy nagyon hitehagyottan játszottunk. Nem hittük el, hogy itt nekünk teremhet babér. A norvégok játszottak úgy, ahogy nekünk kellett volna felszabadultan élvezni a játékot. Mi görcsöltünk, erőlködtünk, nagyon sok hibával játszottunk. Nem láttam rajt magunkon azt, hogy akarunk, hogy megcsináljuk. Egy kicsit hitehagyottnak tűnt nekem a társaság. Utána meg már, amikor egyre jobban mentek el a norvégok, akkor meg már úgy gondolom azért lélekben egy kicsit feladtuk. Igen, ezt akartam kérdezni, hogy mérkőzés közben ment el az önbizalom, vagy már az elején nem úgy ment fel a csapat a pályára, ahogy máskor? Az elején biztos, hogy úgy mentünk fel, nagyon akartunk, hiszen ki akartuk szolgálni a közönségünket, mi is győzni akartunk, döntőt akartunk játszani. Én mérkőzés közben láttuk azt, hogy ők nagyon mennek, nekünk nem sikerülnek a dolgok, úgy gondolom szerencsék sem volt, úgy gondolom nem kaptuk meg egy picit a hazai pályát, amit úgy gondolom egy ilyen világversenyen, hazai pályán én egy picit kevésnek találom. Nem akarom sem a bírokra fogni senki másra. Úgy gondolom, nagyon kevesek voltunk ezen a mai délutánon. Ennek ellenére mi szeretünk benneteket, és nagyon szurkolunk nektek a bronzmérkőzésen, ha már így alakult. Köszönöm szépen! Norvégia, Magyarország, tehát 44-29, Rácz Mariannak pedig köszönjük szépen, hogy elfogadta a meghívásunkat, és reméljük legközelebb egy jobb meccsen fog szakkommentálni majd nekünk. Ma este 8 előtt pár perccel Somogyi Dia jelentkezik sporthírekkel, és még éjfélkor is várja önöket. Holnap pedig 14 óra 54 perctől közvetítjük a bronzmérkőzés. Magyarország vagy Dániával, vagy Oroszországgal fog összecsapni. 17 óra 24 perctől pedig a döntő következik. Köszönjük figyelmüket, a viszontlátásra!